Akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással. És Kántor Endrével, 9 óra 17 perc van, még ezt is elárulom. Meg azt, hogy 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Közlekedés, hogy valami közlekedés legyen? Nincsen, mert hogy már csak is kizárólag IT rovatunkkal szeretnénk foglalkozni. Oké, legyen ez. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. Hát elég kemény napokat él át a MediaMarkt, nem csak Magyarországon természetesen, de mi itt a magyar vásárlók, illetve fogyasztók azt látjuk, hogy egy statikus HTML dokumentum köszönti a látogatókat a MediaMarkt.hu oldalon, a megszokott weboldal és webshop helyett. Itt van velünk a vonalban Frész Ferenc, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Az infók szerint egy komoly kibertámadás sorozat érte a MediaMarktot, aminek a hazai hálózat vagy hazai cég is áldozatává vált. Igen, vasárnapról hétfőre viradóra. Vasárnap indult a támadás. A Hive ransomware zsarolóvírus csoport indított egy komoly támadást a MediaMarkt ellen. Hát ez 3100 szervert érint. És hát nagyon nagy volt a baj, vagy igazából nagyon nagy a baj. Abból a szempontból, hogy a komplett IT rendszer Hollandiában és Németországban lezárt, és egészen odáig, hogy gyakorlatilag az üzletekben a kasszák sem működtek, tehát így nagyon-nagyon komolyat kaptak egyébként. Nagyon érdekes a történet, mert azt gondolhatná az ember, hogy egy ekkora nemzetközi cég, vagy ilyen több helyen, több országban rengeteg üzlettel rendelkező cégnél kicsit jobban odafigyelnek a zsaroló vírus támadásokra, vagy a védelemre, mitigációra. Ja, ez nagyon nehéz. Azt hihetni az ember persze, de hogy ha megnézzük azt, hogy ki az aktor, tehát hogy támadó csoport az hogyan működik, akkor ez most egy nagyon-nagyon nem is új, hanem egy nagyon kemény, nagyon célzott támadásokat bevívő csoport, ugye ez a Hive. És hát ugye azt szoktuk mondani, hogy minél nagyobb egy rendszer, annál nagyobb lehet a baj nyilván. És ebben az esetben azért pontosan egy gyenge pont is elég ahhoz, hogy bejusson egy ilyen kártevő, és onnantól kezdve, ha végig szalad a hálózaton, és ez a hálózat tényleg borzasztó nagy, hiszen 14 országban van jelen ugye ez a csoport, mármint az üzlet csoport, a MediaMarkt, és több mint ezer üzletük lokációjuk van. Figyelj! Ja, bocsánat, fejezd be a mondatot, csak azt hittem abba hagytam. És hát gyakorlatilag annyira úgy szoktuk mondani, hogy interconnected, ugye, hogy annyira össze van már kapcsolva ez a rendszer, annyira integrált már ez a rendszer, hogyha egy pontján bejut egy ilyen fertőzés, nagyon-nagyon nehéz lokalizálni, nagyon nehéz leválasztani ugye a már fertőzött szegmenseit egy ilyen hálózatnak, már ha időben észlelik. Általában akkor észlelik, ugye, amikor már minden áll.
Azt próbáljuk megérteni, hogy ki csinál ilyet, miért csinál ilyet, és miért így csinálja. Ez valami bosszú? Mert a zsaroló vírus még talán értem. Ugye az azt jelenti, hogy fogjuk lejti az adataimat, pénzt kér érte, tárgyalgatunk valamennyi csúran cseppen, de egy túlterheléses támadásnak mi értelme van? Hát a túlterheléses támadás az általában csak, nem általában csak, hanem bocsánat, hanem lehet ugye valaminek az elfedése. Szoktunk olyat tapasztalni, hogy indul egy túlterheléses támadás, az IT elkezd foglalkozni ugye azokkal a szegmensekkel a hálózatban, amik túlterhelnek éppen, miközben házon belül pedig elindul például egy ransomware, és elkezd titkosítani az állományokat. Ja, tehát akkor gyújtok egy nagy tüzet, és miközben mindenki azt oltja, bemászok a családi ház ablakán, és elviszem, amit szeretnék. Így van, ez egyik forgatókönyv. Számtalan esetben láttunk ilyet. A másik forgatókönyv, hogy nem ugyanaz a csoport támad, hanem hogy több támadás van egy időben. Uh-huh. És hát ezt nagyon nehéz elkülöníteni nyilván, amikor csőstül jön a baj, hogy akkor most az egyiket egy ransomware group csinálta, a másikat nem tudom, scriptkiddig csinálták, a harmadik meg csak úgy van, mert magától összedőlt. Tehát ilyen esetben már az is érdekes, hogyha valamilyen szolgáltatás leáll, azt is egy hacker támadás számlájára írják, miközben hacker támadás van nyilván. Tehát, hogy ezt azért ekkora kiterjedésben marha nehéz megmondani, uh-huh. hogy hol van az a hol lehetett a támadási pont, vagy a támadási pontok hogyan jöhetett be, mit érint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy rémálom egy ilyen esetben. Uh-huh. Egyébként most teszek egy érdekes, vagy hát provokatív kérdést, hogy ezt simán megcsinálhatja mondjuk a konkurencia egy cége, most ne a konkrét ügyről beszéljünk, hogy a médiamárka vagy nem médiamárk. De ugye itt a karácsony, elkezdenek pörögni az online rendelések, Black Friday van, az mondjuk jött, egy riválisnak marha jól jön, ha közben valaki meg lefagyogat, és nem tudja kiszolgálni a vevőit, és mit ad Isten, ha még ez a piac egyik legnagyobb szereplője, az meg külön jó, nem? Hát nyilván meg lehet csinálni, nyilván erre is van példa, hogy a konkurencia felbírel egy-egy támadó csoportot, hogy legyaluljanak egy konkurens hálózatot. Uh-huh. Ez sem új, tehát minden forgatókönyv játszik alapvetően, de hogy a kivitelezése ennek a dolognak viszont ha nem megrendelésre, akkor is csak azon múlik, hogy az adott célpont az rendelkezik olyan gyengeségekkel, amit tudnak aknázni a támadók. Ugye az is nagyon nehéz ebben az esetben, hogy mikor történt a támadás, vagy annak az azonosítása, mert egyáltalán nem biztos, hogy most támadták, meg most fertőzték meg ezt a rendszert hirtelen, hanem azt is el kell mondjuk, hogy átlagosan egy ilyen 370 nap jelenleg az alappangási idő átlagosan, amíg egy támadó csoport bent lehet egy ilyen rendszerben. Ez azért elbevágó, mert ha valaki most kap a fejéhez, akár a beszélgetésünk hatására, az már lehet, hogy később, mert már lehet, hogy egy éveben figyel valaki. Ha valaki hát, bent van a rendszerben, és akkor itt áttérhetünk a megelőzéshez. Egy ilyen, aki most felismeri, ezt fel lehet kutatni? Tehát nincs késő, ha valaki most ismeri fel? Meg lehet találni azt, aki már majdnem egy éve ott van? Meg lehet találni. Sokszor mondtam ma már azt, hogy nehéz. Tényleg nehéz, de meg lehet találni, mert hogy olyan aktivitásokat kell ilyenkor figyelni, amik nem szokványosak. Bár hozzáteszem, hogy ezek a lappangó támadások, ezek most már annyira kifinomultak, hogy le is utánozzák az adott rendszer működését, vagy az adott felhasználó működését. Mindenképpen kiemelt felhasználók felé próbálnak menni a támadók, tehát azokat a felhasználókat keresik a rendszerben, azoknak a gépeit, akiknek többet jogosultságuk van, nyilván több mindenhez férnek hozzá.
és akkor őket személyesítik meg a támadás során, mármint egyébként az akció során, mert a támadás korábban volt. Bent vannak a rendszerben, felkutatják, feltérképezik. Ezeknek van lenyomata, ezeket lehet figyelni. De ez egy nagyon komoly macskaeger játék, és akkor egyszer csak adott időpontban egyszerre támad. Gondoljatok bele, hogy milyen kiterjedt fertőzéssel kell rendelkeznie, vagy kellett rendelkeznie a médiumáknak például, hogyha egyszerre egy időben meg tudta bénítani ezt a 3100 szervert egy támadás. Tehát ez nem olyan, hogy egyszer csak elindult, aztán végigszaladt, mint egy tűzgömb, hanem hogy több gyújtópontja kellett, hogy legyen, hogy ennyire gyorsan lesz. Hát nagy tűzet úgy lehet rakni, igen, ha több helyen gyújtod meg a vágját. Szóval, hogy fel lehet kutatni, erre vannak már technológiai megoldások, illetve most a kutatásfejlesztési területe a világnak ezzel nagyon komolyan foglalkozik. Uh-huh. Hogy ezeket a hosszan elnyúló lappangú támadásokat hogyan lehet ne felismerni. És hát a rossz hír az, hogy ez nem csak a szolgáltató iparban, vagy a retailben, hanem az a pont a kutatásfejlesztőjében, az egészségügyben, a fejlesztőknél, az üzemeltetőknél is megfigyelhető. Hát a Hive-nak egy nagyon jól ismert tulajdonsága, attól függetlenül, hogy ez erős kell beszélni, hogy ez egy nagyon új támadócsoport, hogy üzemeltetőket, IT üzemeltetőket, IT fejlesztőket, szoftverfejlesztőket is támadnak, és rajtuk keresztül az ügyfeleket. Uh-huh. Uh-huh. És hát azt sem lehet most megmondani, hogy a MediaMarkt önmaga volt a target, vagy egy fejlesztőn keresztül, vagy egy üzemeltetőn keresztül már. Illetve, hogy ezek után ki a target, mert hogyha valaki ugye mindenki. Ott vannak az adatait, igen, nem mindenki, aki megadta az adatait valaha, akik ott vannak a MediaMarkt adatbázisában, az egy érdekes szituáció. Hát ráadásul, hogyha kiforgatják az adatokat, tehát nem csak mezsarolnak azzal, hogy eltitkosítják, és nem adják oda a kulcsot, hanem értékesítik még. Hanem elkezdik árulni az ellopott információt, mert az aztán még nagyobb kár. Uh-huh. És hogy lehet még ez ellen védekezni? Hát még ez ellen, vagy úgy általában? Hát úgy... Hát jó, mind a kettő érdekes kérdés. Megvan a baj a MediaMarktnál, most ők szerencsétlenek mit csinálhatnak ezekben a napokban, illetve valaki nem szeretne így járni, mint a MediaMarkt, az mit csináljon? Nagyon fontos azt érteni, hogy például a MediaMarktban azt mondták, hogy mindenki kerülje a fertőzött szegmenseket, ugye ez egy nagyon jó mondás, illetőleg, hogy a pénztárgépeket például rángassák le a hálózatról azonnal, tehát elkezdték fizikailag is szétszegmentálni a hálózatukat, csak azért, hogy ne tudjon tovább terjedni a fertőzés. Tehát ők azért most küzdenek nagyon. Ha még vissza is tudnak állni egy bizonyos állapotba, itt ugye 250 ezer dollárról beszélünk, ha jól emlékszem, a váltságdíjével 250 millió dollár. Hát nem néztem, hogy mennyi, de én azon voltam elfoglalva, hogy mi történt a magyar operációval, mert ugye, hogy ez vasárnap, és gyakorlatilag a csütörtök van, tehát elképesztő kiesés, már ez a négy nap is. Itt nap több millió dollárról beszélgetünk szerintem, de hogy a lényeg az, hogy még vissza is állnak, össze is tudják rakni ezt a hálózatot. Nyilván időprésben vannak pontosan az elmutatók alapján, hogy a karácsonyi szezon az itt van. És közben elkezdenek tárgyalni. Gondoljatok el, hogy egy támadó csoport, ha elkezdenek vele tárgyalni, akkor bebillenti az megtámadott, tehát a viktimet, egy ilyen jól fizető, vagy potenciális jól fizető target minőségbe, és vissza is állsz, és elindul az operációd, de nem változtattál a szokásaidon, akkor újra meg fog támadni. Uh-huh. És újra és újra egészen addig, amíg pénzt tud remélni tőled. A másik oldalról meg az értékesítés, uh-huh. Tehát az adatok értékesítéséből van ezt a bevétele. Megelőzni lehet, nagyon sokszor beszéltünk róla, és ilyen nagyon az unalomig ismételt módszerekkel, tehát, hogy legyen olyan offline mentése a rendszernek, amiből bármikor vissza tud állni, hogyha baj van. Uh-huh. Tehát ne legyen a hálózata kötve elérhető a mentés. Uh-huh. Le kell csökkenteni azokat a felületeket, ugye az attack surface-nek hívjuk, azt a felületet, ahonnan kívülről hozzá lehet férni.
egy-egy ilyen rendszerhez, mert minél kisebb ugye ez az internetes felületed, annál kevésbé valószínű, hogy sérülékeny lesz, hogyha nem humán sérülékenységről beszélünk. Bár egyébként a retailben pont egy ilyen cégnél, ahol a webshopok ott vannak, ahol nagyon komoly a webes jelenlét, azért ezt nagyon nehéz megcsinálni. Le kell csökkenteni a távoli hozzáféréseknek a számát. Ma a világ úgy működik, hogy annyira integráltak már a rendszerek, hogy van egy olyan kényszer, hogy távolról hozzáférjenek üzemeltetők vagy felhasználók a távoli rendszerekhez, remote desktopon keresztül, vagy akár sokkal biztonságosabb módokon is, de hogy a könnyű elérés, a gyors elérés az egy nagyon komoly szempont, mert nagyon kevés az üzemeltető, és sokkal nagyobb, egyre nagyobbak a rendszerek, és egyre integráltabbak. Tehát ahogy nő egy ilyen óriás cég, vagy ilyen szolgáltató cég, nemzetközi szolgáltató cég, annál több lesz ugye a távolevés szám, vagy igény, és akkor innentől kezdve ezeknek a megoldását át kell gondolni, hogy ez biztonságos legyen, VPN mögül, stb. Tehát ne legyen kopaszon kint egy elérhető eszköz. Hát de akkor sem, amikor a félvilág home office-ben van. Hát ez az, na most akkor ezt ezt akartam mondani, hogy ez aztán most pláne nehéz, amikor akár csak a back office ugye távolról dolgozik, és el kell érnie a könyvelést, el kell érnie a pénzét, el kell érnie a fájlokat. Hát hogy fogják ezt megoldani? Hát nyilván távolevéssel, és akkor onnan kezdve, hogyha otthon valaki kap egy fertőzött levelet, klikkel, megfertőződik, már be is hurcolta a rendszerbe. Tehát ezeket nagyon-nagyon komolyan kell venni, hogy a phishing, tehát az adathalász támadások kapcsán, ugye ezek még mindig, 90%-ban még mindig e-mailen érkeznek ezek a támadások. Hát a kétfaktoros autentikációról. Nagyon sokszor beszéltünk már, hogy a multifaktoros autentikációról, hogy ne csak egy jelszóval védjük, de egy jelszót ellopják, és aztán azzal mennek tovább. És le kell csökkenteni a szükséges minimumra a hozzáférési szintet. Hozzáférési szinteket, igen, ugye ez nagyon 30 fontos. Éve, 30 éve beszélünk arról, hogy nem mindenkinek kell mindent látnia, igen. Mindent látnia, hanem mindenkinek csak annyit kell látnia, ami a munkája az szükséges. Hát nagyjából ezek azok az alapvetések, amiket át kell gondolni mindenkinek, akit ért már ilyen támadás, vagy akit már ért. Hát vagy aki webshopot üzemeltet, igen, például. Akit még nem ért, ugye kétféle cég van a világon, akit ért már a zsarolóvírus támadás, akit még nem. Akit fog, igen. Ja, jó, oké, a CVV kódokra nem maradt idő. De nem engedjük el a Ferit. Aztán a következő alkalommal. Mert képzeld el, hogy én jártam egy iskolába, ahol állandóan azt mantrázták, hogy a munkavállaló képzése. Mert a legnagyobb hiba az az ember. Tehát melyik iskola volt ez? Nem emlékszem már. Látod, hát ilyen embereket dédelgettél, Ferenc. Hát igen, tehát amit mondtam, hogy 90%-ban még mindig e-mailen keresztüli a befertőzés. És még mindig kattintanak, és hiába ír az IT körbe, hogy ne kattintsanak, pláne ne olyanra, akit nem ismernek. De ő is megírja, hát látod? Hát de ez az. A támadó megírja az IT nevében, és aha, akkor kattintasz. Ugye? Hát erre egyre fifikásabbak. Persze. Na jó, hát figyeljük a MediaMarktot, és hogy mi történik. Nagyon, nagyon erőteljes történet, és egy óriási piros alarm lámpa mindenkinek, aki ezen a területen mozog. Feri, köszönjük szépen, hogy be tudtunk nézni a hátterébe. A kódokkal, következőben megbeszéljük a CVC kódokat, mert a múlt pénteken messze dobtam az agyamat, de amikor kiderült, el, hogy mindenki vidáman mondogatja. Erről de hát az így szokás. De ezt azért beszéljünk erről, Feri, mert hogy a stábon belül is 50%-ban simán átküldik a CVC kód. Nem, 25-ben. De 50-ben. Tényleg? Na tessék. Beszéljünk róla, ha most nincs időre, akkor legközelebb minden. Nagyon fontos téma az is. Köszönjük szépen, nagyon jó munkát neked. Köszi. Nektek is, sziasztok. Szia. Frész Ferenccel beszélgettünk, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.